nagyobbat kipróbáljuk, mint hogyha ki se próbáljuk. Azt, akik most benn vannak, tudjuk, hogy nem tesznek semmit, és nem láttuk őket semmit tenni. Itt az a kérdés, hogy most nekünk kell-e párhuzamot vonni, például a kifosztás Izrael és Orbán között. Én azt gondolom, igen, kell, és ide kell venni a bankokat, és a mocskos pénzhatalmat is. Tehát valamilyen módon ezeket mindenképpen együtt kell eltakarítani. Mindenképpen kell kérdéseket feltennünk ezzel kapcsolatban. Ha nem kapunk rá választ, akkor tudjuk, mi lenne a választ. Ha meg kapunk rá választ, akkor azt szerint kell eljárnunk. Ehhez viszont bátor emberek kellenek. Olyan emberek, akik oda mernek csapni, akik azt mondják, hogy oké, most valamiért én ezt megteszem, nyilván át kell gondolni, hogy mekkora cselekedetet miért vállalok be, de ettől függetlenül, ha otthon ücsörgünk, akkor sehova nem jutunk el ebből. Olyan emberek, akik mostanában is ragasztottak, akik kiálltak mások helyett is az utcára, és hajlandók vállalni a hangjukat, az arcukat, a főnökük, a családjuk, vagy bárki előtt. Olyan emberek, akik... Igen, akik támadnak. Igen, mert én írtam kézzel, tehát ez ilyenkor nem olyan egyszerű. Tehát akik nem csak védekeznek, nem csak ellenállnak, nem csak polgárilag engedetlenkednek, hanem akár meg is támadják a mocskokat. Mert ezek ettől még jobban félnek, mint simán csak attól, hogy nem fizetünk. Én azt gondolom, hogy ebben a körben az már nem lehet kérdés, hogy fizessünk vagy ne fizessünk. Nem fizetünk. Nem fizetünk, így van, nem fizetünk. Én ennek nagyon örülök, hogy egyre többen vagyunk. Egyre jobban félnek ettől a dologtól. Higgyétek el, ez lehet a legegyszerűbb megoldása annak, hogy rendezzük. De amíg ebbe nem lesznek tömegesen az emberek, addig mást is ki kell találnunk. Ha azt kérdezzük, hogy miért nincs elég ember, egyrészt szerintem van elég ember, de itt most gondolkodtam valamin ezen a pár napban. Nagyon jó volt, hogy följöttem és ennyire hideg volt, ugyanis tegnap már levettem így a kabátot, kigomboltam. Ma este is már éjszaka pedig hidegebb volt, mint az előző napon. Kigombolt kabáttal aludtam, és a sapka se volt rajtam, pedig tegnap előtt még igen. És azon gondolkodtam, hogy miért lehet ez. Ez azért volt, mert megszoktuk. Megszoktuk a hideget. Én itt még három matraccal, egy rakás takaróval aludtam a sátorba, de azok az emberek, akik már régóta az utcán élnek, azok még mindig teljesen lazán viselik ezt a dolgot. A Svédországban mínusz 5 fokig nem vesznek sálat és sapkát a gyerekek, amikor elmennek az iskolába. Addig nincs hideg. És én azt gondolom, hogy ez lehet az oka annak, hogy emberek nem jönnek ki velünk az utcára, mert megszokták a kifosztást. Ők ebbe belekényelmesedtek. Ez a kényelem, ami egy nagy úr ebben a dologban. Ezzel kapcsolatban olvasnék nektek valamit egy könyvből, a kényelemről. Ez a Proféta nevű kis könyvecske Kahlil Gibran írta. Nagyon jópofa kis tanítások vannak benne. Nem lesz túl hosszú, de azért figyeljetek. Mitek van ezekben a házakban? Mi az, amit erős ajtókkal óvtok? Van-e békétek? Az a csöndes akarat, mely megmutatja az erőtöket. Vannak-e emlékeitek, azok a fénylő ívek, melyek az elme csúcsai között feszülnek át? Van-e otthonotokban szépség, mely a szívet a fából kőbel faragott tárgyaktól a Szenthegyig vezeti? Mondjátok meg nekem, megvannak ezek a ti házaitokban? Vagy csupán kényelem van, és a kényelem utáni vágy, az az alattomos dolog, mely vendégként lép házba, s ott előbb gazdává, majd kényúrrá válik. Úgy van, idomárrá válik, és szigonnyal és korbáccsal nagyobb vágyaitok bábjaivá tesz benneteket. Habár a keze sejem, ám a szíve vas. Csupán azért ringat benneteket álomba, hogy az ágyatok mellett állva kacagjon a test méltóságán. Gúnytűz az egészséges érzékeitekből, és mint törékeny edényeket tehelyágyba fekteti őket. Bizony mondom, a kényelem iránti vágy megöli a lélek szenvedélyét, s vigyorogva kíséri a temetési menetet. Hanem ti, a tér gyermekei, ti nyugalmatokban nyugtalanok, ti nem estek csapdába, nem juttok idomár kezére. Házatok nem horgony lesz, hanem árbóc.
Nem lesz csillogó bevonat, mely a sebet takarja, hanem szemhéj, mert óvja a szemet. Ti nem fogjátok szárnyaitokat összezárni, hogy az ajtón át haladjatok, nem hagyjátok le a fejeteket, hogy a mennyezetben ne ütődjék, nem fogtok félni a lélegzéstől, nehogy falaitok megrepedjenek és leomoljanak. Nem kriptában fogtok lakozni, melyet a holtak emeltek az eleveneknek. És bár pompás lesz és fenséges, házatok mégsem fogja titkotokat megtartani, sem gátját vetni vágyaitoknak. Mert ami bennetek határtalan, az mind az ég palotájában lakik, melynek kapuja a hajnali pára, ablakai pedig a dalok és az éj csöngyei. Tehát nagyon fontos, hogy ne hagyjuk magunkat, és ti nem hagyjátok, hogy a kényelem rabjává ejtsen. Akik még nincsenek itt, azokat a kényelem ejti rabságba. Van egy következő lap. Nem csak én készültem a mai napra. Katijék jelezték, már korábban egy nagyon komoly kis indulóval álltak elő, nekem nagyon tetszett. Egész egyszerűen mi szanaszét vannak még a gépeim, nem jutottam oda, hogy előbb megcsináljuk, de alkalmas ez a mai nap arra, hogy menjünk velük ezen az úton, amit elé fognak énekelni, és mondjuk utánuk. Legyen ez a következő műsorszám, kinek adhatom a bömbit? Nem kell. Nem kell bömbi, szuper! Ott majd lenyomja. Mindenkinek, igen, ez nagyon fontos. Nem ének a történet, tehát az legyen a szemetek előtt, amikor az amerikai filmben, a kiképző táborban szaladnak a kopaszok, előtte az őrmester mondja a szöveget, és a kopaszok ritmusosan utána, jó? Tehát ez valami hasonló, jó? Én lábammal, vagy valahogy próbálom az ütemet tartani, ugye, mert ezt futni kéne. De szus van a franc, meg aki rá van szorulva. Beintek nektek, de mindenki csak így, hogy mikor szálljatok be, jó? És előre mondom az egy sort, és utánam, de full, ami kifér a csövön, a torkotokon, azt mondjátok utánam, jó? Mehet? Mehet. Tehát akkor kezdjük. Devizások mi vagyunk. Devizások mi vagyunk. Előtted táborozunk. Előtted táborozunk. Szívesen elvonulunk. Szívesen elvonulunk. Hagyd meg a mi otthonunk. Hagyd meg a mi otthonunk. Tisztességes szerződést. Tisztességes szerződést. Soha többé szenvedést. Soha többé szenvedést. Uzsorából elegünk. Uzsorából elegünk. Fizesd vissza, mi jár nekünk! Fizesd vissza, mi jár nekünk! Itt ülünk majd naphosszat! Itt ülünk majd naphosszat! Csányi Sándor nem bosszant! Csányi Sándor nem bosszant! Szavunk mar majd, mint a sav! Szavunk mar majd, mint a sav! Egyre inkább gúnyosabb! Egyre inkább gúnyosabb! Az életünkért harcolunk! Az életünkért harcolunk! Meghátrálni nem fogunk! Meghátrálni nem fogunk! Soha, soha, soha! Soha, soha, soha! Nagyon jó! Mi akkor jó helyen? Mert hogy hol vagyunk? Magyarország első számú uzsorásánál, Csányi Sándornál! Picsányi! Akkor van egy új nevünk is! Picsányi Csányi! Igen. Vagy úgy, hogy Picsányi Csányi, Picsányi, vagy ha valahol le kell írni, akkor 3,14 Csányi. Tehát ha úgy gondoljátok, hogy ez így legyen, akkor ez hagyj menjen. 3,14 Csányi! 3,14 Csányi! Én csak úgy mondom, hogy Picsányi! Mert hogy így tanultam matematika órát. Tehát valahogy ez az uzsora, a matek, meg a Csányi, az összejön. Mindenképpen benne van ebben a dologban. Készültek itt Ágicáék valamivel. Egy levelet fogunk itt hagyni, mielőtt elmegyünk Magyarország első számú uzsorásának. És ez a két lány természetesen fel is olvassa, vagy lefényképezzük, és a kamerába is betesszük. Mindjárt oda tartom nektek.
Figyeljetek nagyon rájuk! Te beszélj vele! Én? Mind a ketten! Mind a ketten! Majdnem olyan, mint a csókolóznál! Nem látom! Nem látom! Kezdődik az esti program! Na! Akkor fogja te! Hát nem egyszerűbb, hogy te fogod! Tedd a szátokhoz! Igen, közelebb! Na, mehetsz! Nem voltál itthon uzsorás, visszajövünk, retteghetsz éjjel-nappal, télen-nyáron, bárhol és bármikor elkapunk, elég volt, lejárt az időd! Úgy van! Hajrá! Várjál, mutasd meg a kamerának, hadd vegye jó sokáig fel a Vili, hogy rá lehessen fókuszálni. Jó, menj! Letanultuk az éjszakát! Tegnap este még nem volt ilyen jó! Igen, egész éjjel gyakoroltam! Meg a hagyam magot! De menjetek oda, együtt dobjátok be! Na, várjál! Hát nyilván itt hagyjuk! A következő levél után, mert már egy kapott tőlük! Már kapott itt nevet! Persze! Várjál, bevitte! Itt van. Bevitte azt is. Bevitte azt is. Persze, hoztam én neki zegről egyet. Nem baj, a Facebookról látják. Persze. Akár az is lehet. Még az udvarra is beugrott. Elég volt. De Erdei Tamás is. Az is ugyanilyen.